A Nemzeti Park erész területén, a valamikori vásárhelyi puszta természetközeli állapotban fennmaradt központi részét, közte a Dél-Alföld legjelentősebb szikestavát, a már 1966-ban védetté nyilvánított Kardoskúti fehér tavat foglalja magába. A vásárhelyi puszta egykor Hódmezővásárhely külső legelője volt, ma nagyrészt Kardoskút és Székkutas osztozik rajta. Az 5629 hektár kiterjedésű, 263 hektár fokozottan védett területet is magába foglaló részterület a Dél-Tiszántúl egyik legnagyobb egybefüggő pusztafoltja. A rideg állattartás, a hagyományos rét és legelőgazdálkodás hagyományai sok évszázad alatt egy olyan értékes élőhelyet alakítottak ki a rövidfűvű pusztán, amelyet az utóbbi másfél száz év egyre intenzívebbé váló szántóföldi művelése sem tudott felszámolni. Igen, beavizes, esős, csapadékos télvége, koratavasz után vagyunk, amikor a csapadék megközelítette a 300 mm-t. Jellemzően ez tavaly alig haladta meg a 400 mm-t egész évben, tehát egy olyan beavizes év, amikor rendkívül nagy kiterjedősű vízfoltok jelentek meg a pusztában. Egyébként is ez egy mélyfekvésű terület,
ami hát főleg a vízi madaraknak kedvezett természetesen, és azok a vonulófajok, amelyek megjelentek közvetlenül a hóolvadás után, azok most már költésbe is álltak. Ezek a főleg a parti madarak, récefélék, gémfélék, amelyek már fészkeiken ülnek és tojásukat költik, és valószínű, hogy néhány napon vagy héten belül már fiókákat fognak etetni, vezetni. De viszont azok a fajok, amelyek a megélénkülő rovarvilágból táplálkoznak, ezek csak most érkeztek meg, hisz a hűvös tavasz, meg tél vége miatt ezek csak később tudtak táplálékot találni. Hiába láttunk például március közepén füstifecskét, valószínű, hogy ezek olyan területre kellett, hogy elmozduljanak, ahol enyhébb volt az idő, hisz a hideg télben nincsen repülő rovar, nincsen rovarmozgás. Ennek következtében csak azok a fajok tudnak táplálékot találni, amelyek nem rovarra táplálkoznak. Emiatt április közepétől jelentek meg olyan rovarevő madarak, mint például a nádiposzáták, nádiposzátafajok, énekes cseregő, foltos nádiposzáta, nádi tücsökmadár, nádirigó, amelyek kifejezetten rovarevők. Hát a mögöttem lévő szikestó az egyik ilyen jellemző élőhelye mindezeknek a fajoknak. Most látható rajta néhány nagy kócsak, ami a közelben fészkelnek, és ide járnak ki napközben táplálkozni. De néhány hattyú is található, bütykös hattyú a területen. Ugyanakkor még itt vannak a itt ragadt vonulófajok, mint például a fütyülőréce, csörgőréce kisebb csapatokban, amelyek nálunk nem fészkelnek, hanem északi madarak. Hát ők vagy nem fognak költeni ebben az évben, vagy pedig még majd később fognak elvonulni a területről. A speciális élőhelyi adottságú, ezért kiemelkedő értéket képviselő kardoskúti fehér tavat valójában két különböző eredetű tómeder alkotja. A keleti medence a Maros főágából alakult ki, és források biztosítják kevésbé szélsőséges vízjárását. Ez a rész jellemzően csak a száraz évek alkalmával szárad ki. A vegetációt is a tartós és magas vízállás alakítja, ezért mészpázsitos zsiókás és nádas zsiókás jellemzi. A keletinél jóval szélesebb nyugati medence a Maros mellékágaiból alakult ki. Tipikus asztatikus víztér, ahol a tavasszal sekély vízzel borított, de nyár közepére végére kiszáradó és legtöbbször a kora őszi időszakban is szárazon álló, magas sótartalmú tómederben olyan speciális sótűrő növények élnek, mint a magyar sóballa és a hegyes bajuszpázsit. Nagy pólingok azok nem fészkelnek nálunk, azok ilyen Túr János vidéken fészkelnek, a Kiskunságban például, vagy a Dunántúlnak az északi részén. A másik faj, ami nálunk átvonul, ez a kispóling, egy ilyen hurokvonuló, tehát az azt jelenti, hogy tavasszal nagy csapatokban érkezik hozzánk, ősszel viszont szinte alig lehet látni ezt a fajt. A Dél-Alföld az egyik legfontosabb vonuló helye tavasszal, tehát több ezres csapatokban lepi a határt. Hasonlóan jellemző vonuló parti madárfaj, nagy létszámú a pajzsos cankó. Ő is több ezres létszámban szokott megjelenni a mocsarainkon, és napközben pedig a mezőgazdasági területekre járnak ki, pajorokat szednek, rovarokkal táplálkoznak. Feltűnő, hogy a gólyatöcs fokozottan védett madárfajunk, ami szintén parti madár, igen nagy létszámban jelent meg az idén tavasszal. Ez a sekély gyepi vízállásoknak köszönhető, ami a legfontosabb
élőhelye, fészkelőhelye ennek a fajnak. Ez azt jelenti, hogy több tucatnyi pár húzódik be ilyenkor a vízlepte gyepterületekre, és ő is tulajdonképpen már most fészkelésben, tojásrakásban van. És valószínű, hogy hogyha nem is változik a, ha nem változik a vízállás, akkor meg is fog itt maradni a területen, és akkor néhány héten belül már fiókákat vezető családokkal lehet itt találkozni. A szárcsák, vízityúkok, böjtirécék, fekete nyakú vöcskök szoktak megjelenni nálunk, ami egyébként száraz években nem nagyon jellemző a területre, hisz kifejezetten olyan fajokról van szó, ami a közép-mély vizeket kedveli. Esetleg csatornákon lehet előfordulva látni vízityúkot. A böjtiréce, ami védettségi státuszát nemrég kapta meg, ez egy csökkenő létszámú réceféle. Ő is ilyenkor néhány tucatnyi párban látogatja a területeinket, illetve majd fog költeni. A szárcsa az vízityúknak közeli rokona, igen nagy számban található. Kérdés számunkra is, zoológusok, madártani szakemberek számára, hogy ezek a szárcsák, amik itt akár több száz párban is fészkelnek, hogy mondjuk a tavalyi aszályos évben ugyanhol lehettek. Valószínű, hogy mint a többi vízi madárfaj, igen nagy területet jár be, tehát akár fél Európát is vándorcigányok módjára, és ahol éppen vizet találnak, ott lepakolnak, és akkor ott állnak költésbe. A Nemzeti Parke részterületén a szikes pusztákra jellemző társulások egész sora megtalálható. Különösen értékesek a lófogóér, bárányparéjos vakszikesei és mészpázsitos szikfók társulásai. Tavasszal és ősszel a Kárpát-medence egyik legfontosabb madárszállója. Az átvonuló darvak, vadludak, récék, parti madarak hatalmas számban jelennek meg a tó nyugati kiszélesedő, nyílt vízzel borított részén. De nem csak a vonuló, hanem a költőfajok is kiemelkedő értéket képviselnek. A nádasokban alakult ki telepe a nagy kócsagnak, a vakszikeseken székilile és gulipán, a ritkább növényzetű partszéleken gólyatöcs, a legelőkön nagy goda és piroslábú cankó, a zsiókás ecsetpázsitos mocsarakon haris, pettyes vízcsibe és különböző récefajok fészkelnek. Tehát a puszta így április-májusban a leglátványosabb, amikor virágzik a legtöbb növény. Itt például a villásboglárkával lehet leginkább találkozni, tehát ezzel a sárga növénnyel, ami akár a lábunk alatt is látható. De sok más növény is ilyenkor virágzik. Hadd nem mondjam például a lőzgyepeken a tavaszi hérics, ami most már kezd is talán levirágozni, vagy volgament érics, ami már levirágzott. De egy sor növény majd most körülbelül egy-két héten belül fog szirmot bontani. Egyébként pedig a vegetáció ugyanaz jellemző, mint az élővilágra, amikor van víz, vannak vízállások, akkor egy szép üdezőt pusztát látunk, nem úgy, mint például a tavaly évben, amikor gyakorlatilag májusra már lesárgult minden a vízhiány következtében. És nem csak, hogy zöld a puszta, hanem magas is a vegetáció, tehát az ecsetpázsit, ami most már kalászthány 30-40-50 cent, és éppen ezért tudjuk legeltetni rajta a jószágállományunkat is. Thank you.
belvízborítottság azért általában 10 évet figyelembe véve egy 3-4 évben minimum előfordul, mint hogy 3-4 évben ugyanígy előfordul szélsőségesen aszályos időszak is. Hát ez a délalföldi klímának úgy tűnik, hogy teljesen velejárója ez a dolog. Ezt jól leköveti, mint ahogy mondtam is, az élővilágnak a dinamikája, a populáció dinamikája. Tehát előfordul, tehát nincsen semmi rendkívüli benne, hogy ilyen vízborítások vannak, de hát tanúi voltunk ennek 2000-ben, 99-2000-ben, amikor nagy belvizek voltak, utána 2005-ben, majd 2010-ben. Tehát sorolhatnám, hogy voltak. Az idei nem igazán mutatkozik, rendkívülinek. Tehát mindenki tapasztalja, hogy ez a közel 30 fokos napközi meleg tulajdonképpen felszippantja ezeket a vizeket. Kérdés, hogyha állandós ez a légköri asszály, akkor majd a madárvilág, illetve az emlősök majd mennyire találják meg a létfeltételüket néhány héten belül. A gólyatöcs átlagos testhossza 35-40 cm, szárnyfesz távolsága 67-től 83 cm-ig terjedhet, testtömege 150-210 g közötti. A nászruhás hímszárnyai fényes feketék, tarkója és fejteteje fekete. A tojó fénytelen barnás fekete, feje és tarkója fehér. Március-október hónapokban tartózkodik Magyarországon, rendszeresen fészkel a Kardoskuti pusztán is. Hosszú lábaival az édes vagy enyhén sós, sekély vízben lépegetve keresi rovarokból, rákokból és lárvákból álló táplálékát. Szikes tavak szigetein, víz közelében telepesen a talajra készíti fészkét. Fészek alja 3-5 darab 44 mm-es tojásból áll, melyen 25-26 napig kotlanak felváltva a szülők. Évente egyszer rak fészket, a fiókák fészekhagyók. A pajzsos cankó hímének hossza 26-30 cm, a tojói 20-24 cm. A szárnyfesz távolságuk 48-tól 58 cm-ig terjedhet. A hím testtömege 130-230 g, a tojói 70-től 150 g-ig terjed. Nyáron a kifejlett hímek fülpamacsot és hatalmas tolgallért növesztenek, amelynek színe változó, lehet fehér-vöröses, vörös-barna, kékes vagy fekete. Násztollazatát hangulatának megfelelően felborzolja vagy lesimítja a madár. Télen eltűnik a díszes tollruha, a tojó egész évben szürke-barna pettyes, ezért télen a hímhez hasonlít, de lényegesen kisebb termetű. Nyáron, amikor a hím díszes tollazatot visel, könnyű megkülönböztetni a nemeket. A tojó lába narancsszínű. A pajzsos cankó kis feje hosszú nyakon ül, csőre alig észrevehetően lefelé görbül, és a többi parti madáréhoz képest rövid. Keskeny fehér szalag húzódik a hosszú, széles szárnyon, és a farok rajzolata is fehér. A madár röpte lassú. Borítás az két irányú tendenciát indít el, tehát azok a emlősök, amelyek szeretik a vizes közeget, például a vidra vagy kószapocok, azok nyilvánvalóan
megtalálják élőhelyüket, tehát a sekély vízbe kihúzódó ívó ezüstkárászokat, réti csíkokat képesek elfogni, vagy a hermelin például. Míg azok a fajok, amelyek kevésbé ragaszkodnak a vízes közeghez, például a mezei nyúl vagy őz, azok a partosabb részekre húzódnak ki, hasonlóan például a róka. Találtam én magam is olyan rókakotorékot, amit már elkezdett kikaparni a róka, amikor jött ez a nagy belvíz, kénytelen volt elhagyni, és akkor partosabb részre áthúzódni. Igen, hát az emlősöknél is az a gazdagabb vegetáció, ez azt jelenti, hogy nagyobb eséllyel tudják majd nevelni a fiókájukat, mint egy aszályos évben, ahol még harmad sem képződik, mondjuk a nyár második felében. Úgyhogy számukra is nyilvánvalóan kedvező ez. Az őz Magyarország teljes területén előfordul. A kis erdőfoltokkal tarkított mezőgazdasági területek szarvasféléje. Kedveli azonban a nádasokat, magas füves bozótosokat, tűzdelt térségeket is. Az őz táplálkozására a nagyfokú válogatása jellemző, a nagy energiatartalmú, magas víztartalmú és könnyen emészthető táplálékokat kedveli. Kis bendője is az emésztőcsatornán való gyors áthaladás miatt gyakran, de kis mennyiségeket kell lennie. Az őz az egyetlen szarvasféle, amelynek embrionális fejlődése nem folyamatos. A termékenyülést követően a magzati fejlődés megáll a morula stádiumban, amikor az embrió a méhbe jut. A magzat csak december végén, januárban ágyazódik be, és az embrionális fejlődés csak ezt követően folytatódik. A késleltetett beágyazódás miatt a vemhesség ideje 264-től 318 napig tart. Az őzgidák április és július között születnek meg. Az őz nyáron jellemzően magányosan vagy kis családi csoportokban él, ősztől tavaszig azonban kisebb-nagyobb csapatokba formálódnak. Jellegzetes ragadozó madara a pusztának a kék vércse. A fehér tó és közvetlen környéke fokozottan védett terület, belépés csak engedéllyel történhet.